Magyar Tomi megint megkeresett, hogy van nála egy rendkívül érdekes műszaki hibával küzdő Merci, azzal vezette fel a dolgot, hogy behozták olajcserére, most tartunk 2 millió forintnál. Úgyhogy elmegyek hozzá, viszont mint tudjátok, Magyar Tomi világ túlfelé lakik, tényleg oda már vízumot kérnek, olyan messze van ott Csepel déli részén, úgyhogy eljöttem az Electro Riderhez, akiktől ilyen esetekben kölcsön szoktam kérni egy kis elektromos motorkát, és elkértem egy talariát. Tudjátok, a talaria az a Suronnak a kigyúrt nagy tesója, és ez itt most egy 4 kW névleges teljesítményű talaria 4000, amire éppen kapok egy telefontartót. Ha minden jól megy. Ha minden jól megy, igen, hogy tudjak navigálni. Ahogy a mögöttem lévő mercik sűrűségéből látszik, megérkeztem Magyar Tomihoz. Tényleg olyan messze van a műhelye, hogy elfogyott 3 napi hideg élelem, mire értem. Na de, a motorka 98%-ra volt föltöltve az indulás pillanatában, 24 kilométerrel később, ahogy itt végigjöttem a soroksári meg mindenen, így lemerült 56%-ra. Tehát még így dinamikusan közlekedve is megadok neki mondjuk 60-65 km hatótávot, ami nem tűnhet soknak, viszont van hozzá egy delejes töltő, bedugtam itt Tominál, és bízom benne, hogy az alatt az 1,5 óra alatt, amíg itt felvágó képezem az autót, meg Tomi elmondja a műszaki problémát, addig magába szívja ennek a jelentős részét, majd ezzel zárjuk a videót, megmutatom, hogy mennyit töltött. Nem olyan rég Tomi műhelyében itt egy 212-essel foglalkoztunk, az egy 6 hengeres dízel volt, és a problémát az okozta, hogy egy nem jól kivitelezett tömítéssere miatt az autó hát kigyulladt. Az akkor elég érdekes sztori volt, és hogyhogy nem, a mai alany is egy 212-es, de itt át is adom a szót Tominak. Mi történt? Ez egy 220 CDI, a Mercedes talán Joker motorja, teherautótól luxusautóig mindenbe rakták. Hát Jokernek nem mondanám azért, igen. Sok minden, de hát ez régen is így volt egyébként, mert a 611-es meg a 646-os is volt mindenbe. Tehát ezt a 4 hengerest ezt sűrű használják mindenbe. Ezzel igazából olajcserére jött egyébként az autó. De ott kezdődött, meg fogom mutatni majd az olajteknőt, mert ki vannak terítve a régi dolgai. Az olajteknőbe a csavar az ilyen pasztás volt, tehát egy ilyen nagy kupac volt rajta. Pasztával tették vissza a leeresztő csomag? Hát vagy valami két komponensű ragasztóval, mert ez műanyag teknős, ugye? Igen. És sűrűn megesik az a hiba, hogy hát kétféle lehet, vagy kifele tekerésnél, meg túl van húzva, és akkor megreped a teknő, vagy visszatekerésnél megreped a teknő, vagy leütik, ez is lehet, de mivel ez a leeresztő csavar környékén volt összepasztázva, ezért mondtam, hogy ezt muszáj cserélni, tehát hogy elég igénytelenül volt megoldva. Jöjjenek a rideg tények az elején. Mennyi egy ilyen autónak jelenleg a piaci értéke? Én azt úgy tudom, hogy 2,5 millió körül vették jó pár éve ezelőtt, tehát mint én 3-4 éve kb. És hát lényegében ott kezdődött a sztori, meg ugye még jöttek hozzá egyéb problémák, mert volt olajfolyás a motoron, tehát volt a turbonál olajfolyás, a túloldalt volt olajfolyás, azon kívül körbe folyt a teknő is, a pasztázásnál is folyt. Én azt ajánlottam akkor, hogy elérkeztünk arra szintre, hogy ezt ki kell venni ezt a motort. Egyébként is nehezen fér neki a teknő. Bocs, most, hogy így végignézek ezen a géptéren, igazából nem tűnik egy leütött, elhasznált autónak, nincsen összegyűrögetve, összetaknyolva. Hány kilométer van ebben? Hú, meg kell néznem amúgy. Fejben nem tudom, szerintem ilyen 300 körül amúgy. Nem mondható vészesnek egy dízelnél. 308 ezer. Igen, attól még nem esünk hanyat. Szóval. Így van. Azt mondtad, hogy motor ki. Így van, tehát itt kezdődött, hogy motor ki. Ugye az a baj, hogy annyira összetett, itt látszik ezen a 4 hengeres motoron is, hogy gyakorlatilag ez a motor egyébként ekkora. Igen. Tehát nem szélesebb a motor, hogyha le van csupaszítva. És annyira összetett, annyira át van fűzve itt mindenen. Például olyan a szívócső, ami jön be az intercoolertől, az úgy be van fűzve a bak alá, hogy az alsó részé miatt ki kell venni vagy a bakot, vagy föl kell emelni a motor, tehát olyan nehezen fér ki, hogy alig lehet kiforgatni. És akkor ennél a pontnál mondtam, hogy vegyük ki. Egyébként is egy hátulvezérléses motor, és a tulaj azt mondta, hogy ő nem tud, tehát nála nem volt vezérlés cserélve, és ugye ehhez a normális vezérlés cseréhez ki kell venni a motort. Értem. Ugye azért mondom, hogy normális vezérlés cseréhez, mert van itt az az opció is, hogy levesszük a szelepfedet, és be tudunk fűzni láncot,
viszont abban az esetben nem cserélődik a vezető, illetve nem tudod kicserélni a feszítőt se, tehát ez csak egy láncbefűzés. Az egy, igazából nem azt mondom, hogy rossz, de a teljes javítás, a rendes javítás az úgy van, hogyha kiveszed a motor, kicseréled a vezetőket, és kicseréled a fogaskerekeket, és kicseréltük, tehát kicseréltük mindent. Oliver azzal vezette fel nekem ezt a sztorit, hogy figyelj, Tominál megint van egy autó, amit behoztak olajcserére, és már 2 milliónál tart. Így van, hát a két millió az nem a kilométer, mint megtudtuk, hanem a forint. Azért mondtam, hogy érdekes lehet, mert a javítás összege már majdnem annyi, mint amennyibe került az autó annó. Nyilván a piaci ár ennek fölfele ment, tehát egy jó állapotú ilyen autó most már szerintem 3 fölött van egyébként, mert ugye volt egy nagy ugrás itt a használatok piacon. Hát meg romlott a pénz értéke. Így van. Infláció is játék. Erős volt, úgyhogy már nyilván szerintem egy ilyenben jó állapotú már 3 fölött van. Hozzáteszem, nem néztem meg egyáltalán, tehát fogalmam sincsen, de azt gondolnám, hogy 3 felett már van. Nem lehet meg. És nyilván nem így kezdődött, mert vezérlés cserével, meg egy olajtömítés készlettel ilyen 1-1,5 millió között járnánk valahol. Ugye motorkiszedés, munkadíja, tehát ez minden együtt gondoljuk, hogy mindennel együtt ért el a 2 milliót, és hát ugye közben jöttek olyan problémák, amiket látsz út közben, meg ugye nyilván ilyenkor én ajánlani szoktam, hogy a 4 injektort vegyük ki ebből, mert egyébként ez egy jó motor, de megint ugyanaz van, mint amit a 278-nál beszéltünk, hogy azért itt a karbantartásra költeni kell. Tehát, hogyha kiszolgáló egységek jók, akkor maga a motor is jól tud lenni, mert nagyon sűrűn szokott csapágyas lenni, de legtöbbször én úgy veszem észre, hogy két dologból adódik ez, az a maga az injektor hibája, illetve az, hogy van ebbe kapcsolós az olajnyomás. Tehát van benne egy kis szenzor, amivel az olajnyomás kapcsolja. És kis szállítás, nagy szállítás? Így van. Terpeléstől függően. Így van. És szerintem az amúgy nem egy jó dolog, mert régieknél nem volt, tehát nem volt szüksége. Mindegy, ennél megoldották, hogy kapcsolós legyen, és maga az a szelep is el szokott gyengülni. És én mondtam, hogy ugye azt is cseréljük, ilyenkor, tehát hogyha ilyenkor ki van véve, akkor azt is ki szoktuk cserélni. Egyébként azt szokta még szerintem okozni a hibát. Sőt, volt olyan ismerősöm, aki mercizik, ő mesélte, hogy lejtő lefele állt a vítójával, és ez a kapcsoló gyenge volt neki, és 2 motor cseréltek, mire rájöttek, hogy azt a szerepet ki kell cserélni, és mindig ugye lejtő lefele állt, és lefolyt neki az olaj, lecsöpögött, és annyira gyenge volt a szerep, hogy nehezen kapta fel a motor, és mindig lecsapágyasodott. És mindig az volt, hogy azt mondta, hogy csak akkor, mikor letette 1-2 hétre. Tehát kicserélték a motort, tök jó volt, és letette 1-2 hétre, és mikor indította, akkor utána elindult vele, és azon az úton tönkrement a motor. És akkor rájött egyébként erre a problémára, de azért ez szép kaland lehetett neki is, hogy 2 motort kicserélt, és utána jött rá le a kapcsolóra. Szóval én ilyenkor, mikor már kiszedjük, akkor már mondom, hogy azt is cseréljük. Itt van az is az asztalon, majd megmutatom amúgy azt is. Nagyon érdekesnek hat amúgy, de menjünk egy kicsit vissza a sztori elére. Tehát megláttad a pasztázott leeresztőcsavart, és akkor sejtetted, hogy ajjaj, itt még lesznek dolgok. Ez indította el a vezérhangját, vagy pedig ahogy bontottátok meg, úgy dőltek ki a csontva ezek a szekrényből. Is. Mert hogy ugye az alapvetés az volt, hogy ha már kiszedjük, akkor cseréljünk vezérlést is. És akkor így a teknővel, meg a vezérléssel együtt akkor tartottunk. Ugye nyilván, mikor én kiveszem, akkor komplett tömítésgarnitúrát kap, tehát mind az olajtéren, mind a víztéren mindent kicserélünk, mert ott van már szétszedve a motor, akkor legyen minden kicserélve, tehát ne az legyen, hogy lehet kicserélünk egyébként olyan tömítést is, amit nem kell, mert nincs baja, de hogyha 2000 km múlva kezd el folyni, akkor ugyanott vagyunk. Na és ott kezdett el átváltozni, amikor kiszedtük a porlasztót, bemérettük. A 4 porlasztó mind a 4 rossz. Ez manuálváltós egyébként, ritkább, mert a legtöbb automata. Ami nagyon megdobta a költségvetést, az, hogy rossz volt a kettős tömegű. Mennyibe kerül egy kettős tömegű egy ilyen autóra? 260 ezer. Nem is olyan horror. Hát azért egy TDCi Ford-ban sem feltétlen olcsóbb. Igen, és vagy egy Passatban mondjuk. Nem az volt, még az a baj, hogy erre még rájön a szerkezet meg a tárcsa. Ja. Mert az még 170 ezer forint. Úgy már nem volt szedbe, az még 170 ezer forint volt. Nyilván ebbe jó minőséget vettünk, van olcsóbb is valamennyivel, de nem sokkal. Én azt mondom, hogy azt nem éri megvenni. Mert ez meg is olyan, igen, tehát hogy ebbe még gyári volt, és az is elment most 300 ezer kilométert, akkor most ez egy utángyártott, nyilván még mindig nem a gyári minőség, de ez is, hogyha el fog menni 200 ezer forintot szerintem, vagy 200 ezer kilométert, bocsánat, akkor szerintem mindenki boldog lesz. De ezek mind megdobták a költségvetést,
Meg ugye nyilván megint azt mondom, hogy ez kell a tulajismerő, ő szeretné megtartani ezt az autót, igényes az autójára, és az injektornál is azt mondta, hogy itt is lehetne felújítani az injektort, illetve új injektort, ebben az esetben új injektorokat vettünk bele, és lentkeréknél is mondta egyből, hogy legyen új, akkor mondta, hogy a kuplungnak egyébként maga a szerkezetnek, meg a tárcsán van kopás, de a szerkezetnek én nem láttam hibáját, külön egyébként a tárcsát nem lehetett kapni, mondta, hogy akkor már cseréljük le azt is, tehát nem csúszott neki, meg ilyenek, de mondtam neki, hogy nyilván ajánlott lecserélni, de az ő döntése. Tehát, hogy visszatudtuk volna rakni amúgy a régivel, de megint egy olyan, hogy aki igényes rá, az gondol rá, hogy ez egy kopóalkatrész, és ezt muszáj cserélni. Illetve még ami hozzájött, ugye a fékek cseréje, de az alapból is benne volt, mert két első tárcsa, két első betét. Így van, tehát, hogy itt még egy ilyen az is megdobta, mert nyilván itt már a tárcsa is szép áron van, tehát minden, ami Mercedes, az drága egyébként, úgyhogy... Mondj légy szíves a csúcsokra, a befecskendező csúcsokra összeget. 143 ezer forint darabja, és akkor abból azt hiszem lejött a cseredarab, tehát beadtunk cseredarabot, és akkor az visszajön, vagyis hát ezt fogjuk visszaadni cseredarabnak, és akkor az visszajön. Ugye valamennyit beszámol ilyenkor a gyártó, 20 ezer forint körül amennyi a csúcs, de nem minden csúcsnál van ez, ennél volt opcionális, ennél a polvasztó csúcsnál, hogy visszaszámolják a csúcsokat. Műanyag technő, gondolom, akkor azt is cserélted. Így van, az 90 ezer forint körül volt. És ennél jobb eset volt, mert hogy kétféle van ebből is, azt hiszem talán 204-es Mercedesnél jártunk, úgyhogy a technő cserélni kellett, és ezen úgy van fönn a műanyag technő, hogy van egy közdarab a motor és a technő között. Na most leváltotta a Mercedes X-számot, a technőjét, és úgy megváltozott a technő, hogy a közdarabot is cserélni kellett volna, és a technő akkor is 90 ezer forint volt, viszont a közdarab 300 ezer. Jézusom. Igen, tehát ennél szerencsénk volt, mert a közdarab az megegyezett. Még a vezérlés árát mondd kérlek. Most hasamra ütök 200 ezer körül szerintem a feszítőkkel, a lánc, a minden. Tehát, hogy... És akkor ebbe is gyári láncot tettünk, én nem szeretem a patentszemeset, mert ugye kétfélét lehet, ugye a patentszemeset azért lehet hozzá kapni, hogy be lehessen fűzni felülről. Ez olyan, mint a bicikliké, ha jól sejtem. Így van, így van. Hát de tudod te is, hogyha a bicikliből is, hogyha az patentszemes, akkor össze tudod rakni, akkor szét is tud esni. Persze. Tehát én ezen a véleményen vagyok, és mindig olyan láncot keresek bele, ha már így láncozzuk meg, ami egyben van és nem bontószemes. Annyit mondj, miközben itt teszel-veszel, hogy hány munkaóra csúszott ebbe bele, tehát mióta van itt nálatok ez az autó, és hogy mikor lesz vége, vagy ez most már itt a kész állapot? Most az injektorra vártunk már csak. Uh-huh. Tehát, hogy nagyjából készüljünk, ma jött meg az injektor pont reggel, úgyhogy azt betesszük, és igazából első indítás, és utána, hogyha minden rendben van, akkor kész van. Maga a motort kiszedni az nem is vészes, hanem lesalangozni több idő, mint kivenni a motort. Uh-huh. Tehát gyakorlatilag... Segédberendezések. Igen, igen, hogy annyi segédberendezés van, én szerintem 3-4 nap között, de lehet, hogy 5 is volt. Tehát ez addig az állapotig, hogy begördült az autó és probléma van, lokalizáltátok a problémákat, és addig, hogy most itt áll és már csak az injektorokat várja. Így van, de azért volt benne sok minden, mert a féket is cserélni kellett, a belül ilyen apróságok, a tolatóradar is rossz volt, van egy command gomb ezen, tudod, amivel görgeted a menüt. Amint médiát vezérled. Így van, és az ennél típus hibás. Egyébként azt meg tudom mutatni, mert szét van szedve az is egy asztalon most. Kérlek, majd azt is mutasd meg. És még egy olyan kérdés merült fel bennem, hogy ez azért nem egy nagyon új merci. Ez nem egy nagyon nehéz kivitel, és nem is egy nagyon erős kivitel, hogy erre a fék, az milyen költség, tárcsabetét? 70 ezer körül volt a pár tárcsa. Előre? Igen. Ez teljesen baráti. Igen, 34 ezer a betét, és 28 ezer a hátsó betét. Tökéletes. Igen, tehát az nem egy... ez megint egy ilyen, akár egy Mondeóra vagy egy Passatra is elpattan ennyi. Így van, így van. Azért nem olcsó, mert mit tudja, Suzuki-ra nyilván 18 ezer egy tárcsa. Ne hasonlítsuk, hát nem az az 36 ezer a kettő, tehát a fele mondjuk ennek, de igen, ez a Mercedes. Tehát. Azért hoztam a Fordot meg a Passatot, mert nagyjából ekkora méretű autókat, nagyjából hasonló motorizáció. Igen, de szerintem inkább az Audival lehetne hasonlítani, nem? Vagy mondjuk hát Audi, BMW. Így van, tehát hogy az mindig alatta van, és... Nem rossz így árban, nem olyan vészes, ilyennél nem kell tragédiára számolni. Hát látod, itt ezt már lekapartuk egyébként, de itt egy... Hogy itt már ők már szobrázkodtak. Így van, és azt nem tudom, hogy ezt cserélte valaki ezt az olajat, tehát hogy az ügyfél az járt egy előző szerelőhöz, és hogy mikor ezt így beragasztotta a csavart is, akkor mi volt az elképzelés, hogy utána a két opció van, vagy ugye nívópálcánál kiszívod az olajat. De jól hangzik. Van ilyen kiszívó egyébként, ez egy bevett eljárás, tehát használják.
nem azt mondom, hogy rossz, de azért ott nyilván marad egy valamennyi a technőaljába, vagy pedig kiszedte a szenzort, és ott engedte le az olajat, de akkor megint az van, hogy ugye be van sülyeztve a technőbe, tehát akkor mindig marad az aljába. Nekem az ilyen pasztezzel sokkal mindig inkább az a bajom, hogy nyilván meg lehet csinálni jól is, meg rosszul is, de hogy nem merül fel az, hogy esetleg bejut valami gezemice az olajtérbe, aminek nem. Nem, egyébként ilyen nem gondoltam volna, de egy pasztázás nem jó. Mindent, amit is lehet kapni ez az autóhoz, tehát én nem használok pasztát. Tegyük az asztalra. Nagyon, nagyon szélsőséges esetben, tehát nem azt mondom, hogy soha, de nagyon szélsőséges esetben használunk pasztát amúgy. Van itt még vezérlés, lánc, kerekek. El tudod mutogatni, hogy... Hát így van, lánc, a feszítőpatron, ugye a lánc, ez a csavarja, ugye mert fokra kell húzni, tehát nyúlik a két lánckerék, illetve a feszítő, meg van még egy, vagy vezető, meg van még egy vezető, de azt kidobtuk szerintem útközben, úgyhogy az a másik oldal lenne. Egyébként egy egész egyszerű lánc van benne, meg nem is olyan túl hosszú, szóval nem egy... Hát ez tényleg nem olyan, mint a Audi V6 TDI, hogy fölveszed ezért. Nem, tehát, hogy nem egy... Aha. Nem egy nagy hosszúság ez. Ez a vízcső, ez csak ki volt dörzsődve. Ezt igazából csak emiatt cseréltük. Remeg a motor, aztán valami odajött. Igen, szerintem a felső burkolat egyébként, szóval ez apróság volt. Nyilván ilyenkor egy hátsó főtengely, meg egy első főtengely szimmering. Az nyilván ugyanolyan folyási lehetőség. Illetve itt a szelep, amiről beszéltünk. Ez az, ami az olajnyomásnak a kapacitását, így és van. Az olajpumpának a kapacitását szabályozza. Így van, és akkor ez is egy 30 ezer forintos tétel. Tehát azt mondom, hogyha már kint van, nyilván ebből a sokból jön össze egyébként. Persze. De egyenként egyik sem veszélyesen drága alkatrész, amit ma mutattál. Tehát nem érzem azt, hogyha mondjuk a Priuson kéne valami hasonló cserébe. Igen, de ha számolt, hogy mondjuk 140 mínusz cseredarabot számoltunk a porrasztóra, vagyis az injektorra, és van belőle 4 darab, tehát az 4-szeres szorzó, ez mindjárt 500 000 itt. Igen. Ezek itt a rosszak, vagy már az újak? Ez a rossz, és akkor ez az új. Ugye ez még zacskóva. Igen. Gondolom itt nem lehet mutogatni elhasználódást, vagy ilyesmit, mert úgyis belül van a lényeg. Annyit lehet ezen látni. Nem tudom, mennyire fogja visszaadni a kamera, de te itt szabad szemmel biztos, hogy látod, hogy baseballütő formája van a csúcsnak. Aha. Látod, hogy el van vékonyodva? Igen, hát inkább a feje van megvastagodva. Így van. Hát nem, mert az ugye gyári vastagság, tehát itt vékonyodott. És ugye a kilométer miatt ez a másik ok, amiért nem volt nagyon nagy eltérés az injektorokban, tehát ez nem annyira volt szar, hogy totálgatja volt, ez valamennyire határértéken túl volt az injektor. És ez viszont a másik ok, amiért mondtam, hogy mindenféleképpen ajánlatos cserélni, mert ez szélsőséges esetben be tud esni a motorba. De ez miért történik meg? Tehát ez az elvékonyodás? Ez egy jó kérdés egyébként, szerintem simán itt az égéstérbe való hő miatt, vagy bármi ilyesmi miatt. Tehát ebből nekem nincs tapasztalatom, azt tudom, hogy találkoztam már sok ilyennel. Ennél még hát... Ne, ez már azért olyan, hogy csere érett, tehát nem tudom, a kamera mennyire fogja visszaadni, de... Én látom, amit mondasz, tehát az a lényeg, hogy ennek itt a két oldalnak párhuzamosnak kéne lennie, és ez most nyit. Összegezzünk egyet. Mennyi lesz ennek a sztorinak a vége, és mit javasolnál annak az embernek, aki most gondolkodik 220 CD-i vásárláson? Inkább leveszélnéd, elterelnéd más irányba, vegyen inkább V6-ot, vegyen inkább benzinest. Mit gondolsz te? Szerintem ez a szervizelésben ez egyébként már eléggé gyengítettek itt az autó, mármint hogy úgy értve, hogy sokat kelljen költeni rá. Tehát ez már az a korszak, amikor rájöttek, hogy itt jó pénzt keresnek az alkatrész utángyártásból, és azért ez, tehát ilyen szempontból szervizigényes autó. Én mindig azt ajánlom, hogy jöjjön ebbe, mert mindig olcsóbb egy átnézés, és mikor előre megnézzük, és megmondom, hogy ezek vannak, vagy mi várható, az olcsóbb, hogyha kifizet egy pár tízezer forintot arra, hogy fölemelem, kidiagolom, megnézem, és elmondom, hogy mennyit lehet rá költeni, mint hogy megveszi, és akkor utána belefut egy ilyen összegbe, mert hogy 2 millió fölött járunk egyébként, tehát ilyen 2 millió fölött fog valahol megállni, teljesen pontosan még nincs összeírva a vége. Ez azt jelenti, hogy ha az autó optimista piaci értékét nézzük, tehát ezt a 3 millió környékű értékét, ez akkor is egy GTK. Így van. Ezt szoktam erre mondani, hogy ezek könnyen lesznek gazdasági totálkárosak egy ilyen esetből kifolyólag. De egyébként is sok, tehát hogy a vezérlés csere egyébként, hogyha megveszünk a befűzős láncot, és nem veszük ki a motort, mert egyébként annál sokkal jobb, mint hogy zörögjön a lánc. Mert ugye ezeknél úgy kezdődik, hogy hidegen beindítod, és először pár másodpercig, aztán 10, aztán 20, aztán 30 másodpercig zörög, hanem mindenféleképp jobb még az is, hogyha felülről befűzzük, az megvan szerintem 2-300 ezer forintból a befűzős módszer.
és akkor nem olyan vészes a szervizelés, meg ha nem folyik belőle semmi. De mivel ebből folyt minden, plusz még rossz volt a kettős tömegő is, ezek így felszorzódtak. Nyilván rájött még egy fékcsere is. Jól meg kell nézni, mit vesz az ember szerintem. Kicsivel több mint egy órát forgattunk Tomival, ennyi idő alatt elkészültek ugye a konfok, meg elkészültek a vágóképek, és ez alatt a motorka 56-ról 80%-ra töltött fel, így simán konnektorral, mondjuk ez az egyetlen töltési opciója, tehát mondhatni a negyedét egy óra alatt megcsinálta, ezzel már kényelmesen eljutok a nap folyamán bárhova, és nekem igazából nem fáradtság, hogy ha valahova odaérek, és van szabad konnektor, akkor bedugom, tehát ilyen szempontból tökre alkalmas napi járásra. És ami miatt még inkább alkalmas, amikor elindultam a motorral a harmadik kerületből, akkor ide a déli csücsökbe, azt mondta, hogy 49 perc az út. Ezt a motorral sikerült lefaragni 38-ra, tehát lejött belőle 11 perc, és nem mentem sehol gyorsabban, mint a megengedett, hiszen ez egy SMKP, nem is nagyon tudnék. Csupusztán csak az, hogy a sorok között előre tudtam szépen kultúráltan csurogni. Kellemes meglepetés volt, hogy az autósok nem akartak megölni, sőt, nagyon sokan segítettek, és ez azért, ezek a 10 percek, amikor ilyen napi rohangálásban összeadódnak, azok mentálhigiénés szempontból hát elég sokat számítanak. Ráadásul az Electrovidernél most ez a motor akciós, április végéig, vagy amíg tart a készlet. Ennek a motornak az ára most 2.090.000 forint. Jó pofa élmény, jó vele a közlekedés. Erősen elgondolkodnék, hogyha ilyenre lenne szükségem, amúgy lehet, hogy szükségem is van. Szóval erősen elgondolkodnék, hogy benzines vagyok-e vagy ilyet, mert a hangtalansága, az instant nyomaték, hogy a falból tankolom, azért az egy nagyon komoly ütőkártya. Iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, aztán hamarosan folytatjuk.